Üdvözlöm Önöket, Fornosidé Júlia vagyok. Pilinszky János írta, a rossz nevelő tekintélyére büszke, a jó nevelő egyszerűen alázatos. Az utóbbi kijelentés igaz az Arcképmás mai vendégére, Rizskó Mártára. 33 éve a pedagógusi pályán. Igazi, elhivatott magyar tanár. Ma belebeszélgetünk. Arra kérném, hogy a legmeghatározóbb gyermekkori élményét meséljen nekünk, akkor mi lenne az? Hát biztos nagyon sok lenne, de mivel, hogy tanító lettem, akkor elmondom azt a meghatározót. Mi a Sevcsenko utcán lakunk, én mai napig ott lakom, Sevcsenko utcán, a 6-os iskola tőszomszédságában. És elég korán elkezdtem megkérdezni, hogy az ott mi? Érdekelt, hogy mi van ott a kerítésen túl. Az iskola, mondta a nagymamám. Mit láttam az iskolából? Egy szép nagy emeletes ház, nem olyan, mint a miénk. Az udvaron vidám gyerekek szaladgálnak, játszanak, kacarásznak. Alig bírtam kivárni, hogy elmenjek iskolába. Ez egy meghatározó élmény. Nagyon vártam, hogy iskolába menjek. És valószínűleg ezért tetszett is, hogy járhatok oda. De nem pedagógus családba született, tehát akkor csak az iskola volt a vonzó erő. Nem pedagógus családban születtem. Én olyan beregszászi vagyok, hogy félig ugocsai, félig máramarosi. Anyukám Aknasz latinai, apukám mágyfalvai születésű, de hát úgy hozta az élet, mindkettejüknek a sorsát a történelem nagyon meghányta vetette. Én voltam a családban mondjuk az egyetlen gyerekük, de úgy nőttem, tehát úgy vagyok egyke, hogy van egy testvérem. Mert az anyukám húgának 4 évvel fiatalabb lánya, az nálunk nevelkedett. És mi úgy nőttünk, nagyanyánk minket úgy nevelt, hogy mint a testvéreket gondolom, és nem tudom, mit éreznek a testvérek egymás iránt, de mi is jóba voltunk egymással, mint a testvérek. És hogy miért pedagógus lettem, abban valóban nem a családnak a keze van, hanem hogy az első tanítónénim Huszti Julika néni volt, nem tudom, ez a név kinek mond még valamit, de több mint 40 évig pedagógus volt. Szerintem elérte az 50 évet a pedagógusi pályafutása, de az a született pedagógus volt, aki el tudta hitetni velem, hogy igen, neki hátul is van egy szeme a kontya alatt. És amikor hátat fordít és a táblára ír, akkor ő azért tudja megmondani, hogy Béci, te ott hátul ne csináld, amit csinálsz, mert neki ott is van egy szeme. Tehát el tudta hitetni. Varázslatos pedagógus volt. Ha nem ő indít el engem az iskolában, akkor nem biztos, hogy ott kötök ki, ahol vagyok. Bár még mielőtt iskolába mentem volna, a család már előfizetett a dörmögődömötőre, hogy hagyjam őket békén, olvassak magamnak. Mert addig kérdezgettem a betűket, hogy már egyszer csak rám ragadt az olvasás. Valahogy erre terelt az élet szerintem, mert olyan osztályfőnököm lett Huszti Julika néni után, Gál Anikó, aki magyar tanár volt, és úgy tudott mesélni a magyar órákon, hogy én még, ha kimondom a nevét, még érzem azt a hangulatot, ahogy őt bele lehetett zsibbadni, úgy hallgattuk, amikor mesélt valamiről. És aztán az utolsó évben, a 6-os iskolában, a 8. osztályban Bacskó Marika volt az osztályfőnökünk, aki meg mesélni is tudott, meg úgy megmozgatott bennünket, meg műsort, tehát akkoriban még nem volt nagyon divat március 15-ére bármit rendezni. Mi vetélkedőt szerveztünk, és akkor arra készültünk egy hónapig, és ekkora félasztalnyi, ilyen vastag 1848-49-es emlékkönyvet hozott, és azt lapozgathattuk. Na, ezek úgy összerakódtak. Aztán az egyetemre egyenes volt az út? A 8. osztály után el kellett menni a 4-es iskolába, a Kossuth Lajos középiskolába érettségizni, és akkor ott 2 évet tanultunk, mi még 10 osztályt jártunk, ott leérettségiztem, egy aranyérmet is kaptam, de ezt mondjuk a matematikából kevéssé éltem át annyira az anyagokat, tehát mindig is humán beállítottságú voltam. És akkor onnan igen, már abban az évben felvételt nyertem az egyetemre. Tudtam, hogy tanítani akarok, és tudtam, hogy az orosz nyelvet nem bírom annyira, amennyire kellene bármi máshoz, de különben is azt gondoltam, hogy
a legjobban ezzel lehet. Engem ezzel varázsoltak el a magyar órákon. Hát akkor én is. Milyen érdekes most visszatérve, hogy magyar, és hogy mondta, hogy a unoka húga azért jött ide, hogy magyar iskolába járjon. Tehát ez maradt nálunk, igen. Ez a fokú nemzeti öntudat, ez már akkor felébredt? Ez még nem volt olyan tudatos, hogy jaj, mert én azért leszek magyar szakos, mert hogy annyira magyar vagyok, hogy nem, ez nem volt tudatos, ez természetes volt. Én a történelmet úgy tanultam, hogy mamám, meg néha anyukám meséltek arról, hogy mi volt a csehek alatt, magyarok alatt, meg amikor jöttek az oroszok. Én így tanultam meg a történelmet. Nem hangzott el szerintem az a szó a házunk, hogy Trianon, meg az, hogy Nagy Magyarország, meg ilyesmi. Ilyenről soha nem volt szó. Apukám nem mesélt, majd csak mikor nagyok lettünk, akkor mondta el a... hogy lágerbe volt, miért volt lágerbe, hogy volt. Tehát mindenről mi semmit nem tudtunk. Az iskolában volt egy olyan orosz tanárnőnk, aki olykor nem sajnálta az egész óráját avval tölteni, az orosz órát, hogy elmondja nekünk, hogy mekkora butaság a vallás, meg az Isten, meg ilyesmi. De úgy magyarságról nem esett szó. Nem volt tudatos. Te így. Ez csörgedezett az ereinkben, nem tudom. Nem ez, hogy nem tudott magyar iskolába járni, ez olyan vonatkozásban, hogy a mai Ukrajna másik szélére vitte az élet a szülőket, és még nem volt iskolás, bár tehát még egy éves sem volt a kisunokahúgom, mikor nálunk maradt, hogy csak egy időre, aztán még egy időre, aztán már ott tartottak, hogy oda, abba a szláv világba már nem viszik el a gyereket, mert akkor nem magyar iskolába fog, és így maradt. Sokáig, úgyhogy így nőttünk mi együtt. Ma valahogy visszacseng ez a történet a kivándorlások folyamán. Tehát, hogy akkor belegondoltak azok a szülők, akiket odasodolt az élet, és nyilván nem egy egészséges történet, hogyha a gyerek a szülei nélkül nő fel, vagy cseperedik, vagy tanul, de hogy most ez jelen pillanatban is fájó probléma, hogy a kivándorlás miatt, és legfőképpen már nem Magyarországnál állunk meg, hanem még nyugatabbra, és nem fog magyarul tanulni a gyerek, már ha ki is viszik magukkal. Bizony ez. Nagyon sok családnál így van, és sokat gondolkozom én is rajta, mert hogy ehhez kapcsolódik a gondolat, hogy utána aztán, mikor már tanítottam, akkor én tudatosan próbáltam a gyermekekben felébreszteni azt a gondolatot, hogy ha itt születünk, itt kell maradni. Mert valami szándéka a Jóistennek itt van velünk nyilván. Sőt, elég radikálisan fogalmaztam, hogy mit gondolok azokról, akik elmenekülnek innen, mint a valakik a valahonnan, amikor süllyed. De, és aztán rá kellett jönnöm, hogy nem lehetek ennyire radikális, mert vannak emberek, vannak családok, akik annyira szenvednek attól a determinált léttől, amiben itt vagyunk, hogy annyira nem a saját életüket élik, hogy az tönkre teszi őket. Mert igen, úgy néz ki, mintha az anyagiak miatt mennének, mert jobban fizetnek. De valakiknek meg annyira az anyagiak olyan mélységes szinten vannak, hogy az már tényleg a lét meghatározza a tudatot. Úgyhogy felhagytam ezzel, hogy ostorozzam és gyávának nevezzem azokat, akik elmennek. És nem csak felhagytam vele, hanem komolyan is gondolom, hogy ha annyira szenved valaki ezek között, a lehetetlen körülmények között, akkor erővel nem lehet visszatartani. Így jártam a fiammal. Van egy 28 éves fiam, akit nem tudtam itthon tartani, hogy itthon tanuljon, mert ő csak magyarul szeretett volna tanulni, így lett gyógyszerész, és Magyarországon él. Térjünk vissza az egyetemi évekhez, folytassuk ott a fonalat, hogy az egyetemi évek alatt is találkozott varázslókkal? Hát találkoztam, mondhatni, igen. A tanáraim is olyan érdekes, nagyon különböző, nagyon sajátságos személyiségek voltak. A csoportunk vezetője Horváth Katalin docens volt, de aki varázsló volt, az Fodó Sándor volt. Kótyuk Pista bácsit csodáltuk tényleg, mert az egy levegővel, amennyi sziporkázó információt tudott ránk zúdítani, hát így kellett kapaszkodni, hogy az ember érkezzen mindent felfogni. Kati néni szintén egy végtelenül pontos, precíz, papír nélkül olyan információkat tudott elmondani,
De a varázsló Fodó Sándor volt, és hálás vagyok a Jóistennek és a Sorsnak, hogy én még ismerhettem őt, hogy tanított bennünket, mert az első foglalkozásokon azt térképezte fel, hogy na, leendő magyar szakosok, ki tudja, hol élnek a székelyek, ki tudja, hol élnek a palócok, ki tudja ezt, ki tudja azt. Tudatosan itt nyílt rá mondjuk az én szemem, hogy honnan is van az, hogy mi itt Magyarországon kívül élünk, és miért és hogy alakult ez így. Ő oltotta belénk azt, hogy nem mindegy, hogy teszünk-e egyáltalán valamit, és ha igen, akkor mit? Fodor Sándor volt, és még Zékány Imrét meg kell említsem, aki nyelvtörténetet, észt nyelvet tanított, fantasztikus ember volt ő is, tehát ez hosszú történet. Az, hogy pedagógus lett, azt valamikor megbánta már? Nem. Volt olyan idő, amikor nagyon nem kaptunk fizetést. Amikor mondjuk egy fél év alatt olyan háromnegyed vagy egész éves lemaradás volt fizetésben. Mondjuk 6 hetente kaptunk egy fél fizetést. Ez borzasztó volt. És akkor gondolkoztam rajta, meg talán utána is valamikor, hogy mi mást tudnék csinálni, és rájöttem, hogy semmit. Ha az ember igazán hivatásként tekint, úgy, mint ön, a tanításra, akkor az rettenetesen nagy súly. Az ön életére is nagy hatással voltak a pedagógusai, akkor nyilván feltételezi, hogy ön is hatással van, és ez már bizonyította, a sok évtizedes tanári pálya is hatással van a diákjai életére. Tehát, hogy ez mennyire nehezedik teherként? Hát én remélem, hogy valamilyen módon példa vagyok, vagy lehet abból tanulnia, hogy én tanítom a gyerekeket, csak én szoktam figyelmeztetni a gyerekeket, hogy kétféle példa van, követendő és elrettentő. Tehát ha hibázom, akkor tudhatják, tehát tudjanak szelektálni. Legyenek elég bölcsek ahhoz, hogy tudják, hogy melyik a követendő példa, és melyik az elrettentő, vagy elkerülendő. Persze, hogy teher, az embernek minden szavát meg kell gondolni, amire nem mindig van mód és idő, mert a indulataink is vannak, meg hirtelen reflektálni kell valamikor, minden gyerek másképpen viselkedik. Úgyhogy az érzéseinket nem lehet meg a hirtelen reflexiókat kikapcsolni, de valahol szerintem minden tanárnak egy idő után úgy, mint hogy lélegzünk, de nem gondolunk rá. Van egy olyan rutin, ami után már az ember nem figyel arra, hogy én most mit mondok, meg hogyan, ha nem jön magától. Van olyan diák, akire konkrétan tudja, hogy megvívta a saját, nem kell megnevezni természetesen, de megvívta vele a saját harcát, és tudja, hogy annak eredménye lett. Igen, vannak ilyen diákjaim, vannak, akik onnan tudom, hogy ez így történt, hogy nem csak én gondolom, hogy most leültünk ezzel, vagy ezekkel a gyerekekkel, és nem úgy beszéltem vele tényleg, mint ahogy az osztályban szokás, hanem úgy, hogy magamról is elmondtam valamit, amivel azt érzékeltettem, hogy én se voltam hibátlan. És ezek a gyerekek aztán majd ilyen 10 éves érettségi találkozón mondták meg, hogy az volt az, ami nélkül lehet, hogy be se fejezem a gimnáziumot. Nem csupán a saját tanítványai. Ha azt mondom Rizskó Márta néni, akkor Márta néni. Tehát, hogy egy ilyen derű, és mindenkinek van valami viszonya hozzá, vagy tudja, hogy mire számíthatott. Tehát, hogy nagyon precíz, pontos, következetes. Hát, ha így gondolnak rám a gyerekek, hogy következetes, azt mondjuk elhiszem. A precíz azt nem biztos, de nálam tényleg van egy mérce, amihez én az életemet igazítom. És ez a mérce nem volt kezdettől az én életem mérce. Én nagyon sok hibát elkövettem, mondhatni előző életemben, mert volt egy fordulópont, ami után másféle ember lettem. De amióta van egy mérce az életemben, azóta azt én léptennyomon, tűzzel-vassal a gyerekek felé sugárzom, és valószínű ezt érzik, mert nem olyan régen
tavaly előtt érettségizett egy olyan osztály, akinek nem voltam osztályfőnöke, de hát 8 évig tanít, 7, bocsánat, 7 évig tanítottam, mert régen volt 8 osztályos a gimnázium, és ott a hozzám intézett szavakban az a kislány, akinek én jutottam osztály részül, hogy tőlem búcsúzzon, az azt mondta, hogy azt mindig tudni lehetett, hogy Márta néni miről mit gondol, még akkor is, ha palástolni akarta. Mert valahogy így van tényleg, hogy rajtam meglátszik, miről mit gondolok, és szoktam is mondani a gyerekeknek, hogy azért nem hagyok valamit szó nélkül, nehogy azt higgyék, hogy azt úgy lehet. Nem azért szidok meg valakit, mert haragszom rá, hanem azért, hogy azt ne higgye, hogy ez most jól volt. Mert különben honnan alakulna ki az emberben egy értékrend, hogyha nem szólnak, hogy ez most jó, ez most nem jó. Erről a bizonyos fordulópontról, erről beszélhetünk, vagy inkább nem? Lehet, hogy tanulságos. Nekem meghalt a második gyermekem, és azzal kellett szembesülnöm, ahogyan azelőtt éltem. Sok hibát elkövettem, istentelenül éltem, és más valószínűleg nem állított volna meg engem, mint egy ekkora tragédia. Hogyan, ilyenkor jön az, hogy hogyan írjuk a tragédiát a Jóisten számlájára? Mármint úgy a számlájára, hogy nem mindig büntetés, hanem figyelmeztetés és értünk van. Nem tudom, megfigyelték-e, hogy arra az emberre mondják, hogy tapasztalt, akivel sok olyan rossz, negatív dolog történt, amiből nehéz volt felállni. Meg nem tudom, megfigyelték-e, hogy a világirodalomban, az irodalomban azután válik rettentő bölcsé valaki, Odysseus mondjuk, hogy megjárta a poklot. Meg Dante is azután értette meg a világrendjét, hogy járt egyet a pokolba, aztán visszatért. Na, én jártam ott. Visszatértem, mert az első gyermekem, a fiam az visszahozott, akit fel kellett nevelni. Jó magyarokat és jó embereket akarok nevelni, mert rájuk van szüksége a világnak. Ezt valahonnan idézi. Rizskó Mártától. Ez egyfajta, ha már magyar szakosra beszélgetek, arszpoetika? Lehet mondani, igen. Ezt úgy letisztult az évek során. Nem úgy indultam én neki 22 évesen az egyetem után, hogy na, ezt felírtam a falra, és ettől kezdve e felé megyek. Nem, ez lassan rájöttem, hogy ez kell, hogy jó emberek legyenek, mert az okos és művelt emberek is használhatják a tudásukat rosszra, mint a tündér meg a boszorkány. Mind a kettőnek van varázsereje, de az egyik jóra használja, a másik nem. Ezt szoktam is a gyerekeknek mondani. Úgyhogy ha lehetőleg okos, lehetőleg művelt, lehetőleg magyarul szépen és helyesen beszélő író gyermekeket szeretnék nevelni, de a legfontosabb az, hogy jó lelkük legyen, és magyarnak is legyenek jók, akárhol élnek. Mostani tempójában, ahogy fejlődik a technika és a körülöttünk élő világ, már szinte veszélyben van az is, hogy egyáltalán kézzel írjanak a gyerekek, mert az okostáblák, meg főleg az okostelefonokkal már úgy írnak üzeneteket egymásnak, hogy azt se tud. Tehát én már nem biztos, hogy mindegyik üzenetet tudnám felfogni, hogy a rövidítésekkel, a helyesírási hibákkal együtt. Szóval, hogy ebben a tempóban, ahogy fejlődünk, és még az e-könyvek, én még az e-könyvekre is haragszom, bár lehet, hogy hasznosak, de hogy ebben a világban hogyan tudunk ilyen örök értékeket megtanítani, vagy egyáltalán, hogy kívánják a tudást, mert azt is szokták mondani, hogy nem ráerőltetni kell a tudást, hanem hogy éhezzék a tudást. Így van, nagyon nehéz ezt. Én nagyon sokat gondolkodom azon, és mivel, hogy hát 33 év pálya van mögöttem, de 3 évet otthon töltöttem ebből a kisfiammal, de 31. tanévet kezdtem gyakorlatilag, ami tényleg tanítással foglalkoztam. És látok, összehasonlítási alapom van, hogy lehetett megnyerni, becsalízni a gyerekeket 30 évvel ezelőtt, meg most. Sokkal több inger éri a mostani gyerekeket, sokkal gépfüggőbbek, ha lehet érteni ezt a szót, amit most mondtam, és sokkal inkább képfüggőek. Pici kortól nézik a sok rajzfilmet, mert van, ez nagyon jó.
Csak ekközben a belső képalkotási képesség nem fejlődik ki. Nem az, hogy visszafejlődik, nem alakul ki. Hogy mama, vagy anya, vagy apa mesél, csak szavakat hallok, és mégis elképzelem, hogy milyen. Ez a képesség kevéssé alakul ki a mai generációban. Nem érvényes ez minden gyerekre. De ha ugye az dolgot az egészében nézzük, az pedig, hogy a kézírást próbálja ez a világ egyre inkább a háttérbe, szóval ez borzasztó. Mert a kézírás az több, mint ilyen motorikus mozgás, az olyan agyi folyamatoknak az eredménye és elindítója, amire szüksége van az ember jellemének. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy háttérbe szorulnak ezek a talán régi módinak látszó dolgok. De a technika olyan gyorsan fejlődik, mint a szuperszónikus repülőgép, amilyen sebességgel halad. De az emberi agy meg lélek nem változik ilyen sebességgel. Amire táplálékul szüksége volt a szellemi tevékenységnek, meg a léleknek, a mentális töltés, az pont úgy kellene az embernek, mint ezelőtt 30 évvel, vagy 50-nel, vagy 100-zal. Mert mi nem fejlődünk ilyen roham tempóban, mint a technika. És mi erre a megoldás? Hogyan tud váltani a pedagógus? Nem tudom, mi a megoldás. Próbálom követni ezt a haladást, próbálok mindenfélét kitalálni, amivel ezeknek a gyerekeknek a figyelmét is magamnál tudom tartani, mert megragadni a figyelmet, ez nem annyira nagy kunszt, magamnál tartani. Az az érdekes, hogy végig figyelje azt, amit én mondani fogok. Én nagyon kevés képet mutogatok a gyerekeknek. Arra törekszem, hogy hallgassanak meg, felolvasok nekik valamit, hogy azt a katarzist éljék át, amit a szó fog kiváltani belőlük, nem a kép. Ez az én módszerem, az én kicsinyes módszereimmel próbálok ebben a világban tényleg a léleknek adni valamit. Aztán, hogy sikerül, majd meglátjuk. Ezt nem hagyhatom ki, ezt a kérdést magyar szakosként. Ki a kedvenc íróköltő? De persze, hogy van. Nálam a magyar költészetben a csúcs József Attila. A világirodalomban a csúcs Villon, de Faludi György fordításba, nem akárhogy. Nagyon szeretek Mikszátot olvasni. Ugye ezek olyan vaskalapos dolgok. Tehát nem találok a kortárs irodalomban olyat, ami kikapcsol, amiben lelkileg jól tudom érezni magam, sajnálom. De ez nyilván amiatt, hogy én egy régi világnak a maradványa vagyok itt. József Attila az, akiben mindent megtalálok, mindenre találok megoldást. De vannak dühöngő napjaim, amikor Adit kell hangosan olvasni, otthon egyedül. Tényleg? Igen. Vannak olyan napjaim, igen, amikor Vas Albertet kell olvasni, meg Reményik Sándort, mert azt tudjuk, ugye, hogy ott vannak azok, hogy amikor nyelvtörvény elfogadás van, akkor az van, hogy ha nem lesz többé iskolánk, akkor egymásnak leszünk a tanítói. Akkor elő kell venni ezeket a gondolatokat, ahhoz a könyvet nem kell elővenni, mert az valahol azért már bevésődik annyi év alatt az ember fejébe. Úgyhogy én azért örülök, hogy én pont magyar szakos lettem, mert nekünk olyan költészetünk és irodalmunk van, én nem tudom, más népét nem ismerem annyira, de a magyar költészet és a magyar irodalom mindenre talál valami gyógyírt. És mi az, ami feltölt egy hosszú nap után a gimnáziumban, amikor a gyerekek már minden idegszálon végig táncoltak, amint csak lehet, mi az, ami feltölti? Ami a hosszú nap után feltölt, az egy kis lazítás. De ami úgy az életben feltölt, az a barátaim, meg a családom. Most a családommal nem tudom úgy tartani közvetlenül a kapcsolatot, hogy oda látogatok, meg ők meglátogatnak, de ők azok, akivel hát a technikának köszönhetően kapcsolatot tarthatok, meg azok a barátaim, akik körülöttem vannak. Van olyan barátom, aki az általános iskola első osztályától, annak már majdnem 40, valahány éve lesz, meg sem mondom. Van olyan, aki az egyetem óta, vannak olyanok, hogy egyetem óta,
szinte napi kapcsolatban vagyunk, és itt vannak a kollégáim, akik a gimnáziumban segítenek, ahol még szünetben is, hogy feltöltődjünk, ha egymásra nézünk, vagy egymásra morgunk, hogy ezt már megint miért így kell. Tehát a barátaim azok, meg a családom, akik feltöltenek. Még jó sok évet a pedagógiában, hogy legyen kiből töltekeznie a kárpátaljai szűkebberek száz fiataljainak vagy diákjainak. Köszönöm szépen! Vezesd őket! Utat ne tévesz! S magadhoz mindig hű maradj! Mert élen állsz, és messze látszol. Sose feledd, példa vagy. Nagy László. Az Arckép más mai műsorában Rizskó Mártával, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanárnőjével beszélgettünk. Hivatástudatról, életre szóló élményekről. Remélem, hogy a mai műsor is maradandó élményt nyújtott. Várjuk Önöket a legközelebb is, a viszontlátásra!